Saját postaládájára ragasztja fel a Kévenne feliratú matricát Horváth Tamás. A Fidelitas helyi elnöke elmondta, lakossági kezdeményezésre készítették a feliratot, ugyanis többen jelezték, hogy mint fogalmazott, nem kérnek a Kéve politikai szórólapjaiból, amelyet újságként állítanak be. A keszthelyi önkormányzati képviselő hozzátette, a szervezet szándékosan félrevezető, megosztó botrány politizálása sokakban kelt jogos felháborodást. Nálunk több száz személy szólt, hogy többször próbáltak szólni a Kévének is, hogy nem szeretnének ezen tartalmakból, ennek ellenére többször ugyanúgy bedobálták a postaládába, és innen jött az ötlet, hogy akkor mi segítünk nekik, és akkor így elkészítettük a matricát. Horváth Tamás elmondta, a matricákat a Fidelitas aktivistáitól és a képviselőktől lehet igényelni. Egy hiánypótló értéket. Sáringer Kenyeres Marcell a sajtótájékoztatón kiemelte, az egy hónapja próbaüzemben működő és a hétvégén hivatalosan is megnyílt kutyáspark nagy népszerűségnek örvend a lakosság és a turisták körében is. A képviselő hozzátette, a Kéve már a tervezéstől kezdve mindent megtett azért, hogy a keszthelyi emberekben ellenérzést és gyanakvást keltsen az attrakcióval kapcsolatban. Az idő és a tények most is bizonyították, hogy a Kéve saját politikai érdekeit Keszthelyváros érdekei elé helyezi, ezért felszólítjuk a Kéve képviselőit, hogy kérjenek bocsánatot a Keszthelyi Kutyáspark és Piknikkert üzemeltetőitől, hiszen egy kiváló szakmai csapatot próbáltak meg lejáratni, egy olyan szakmai csapatot, akik már több mint egy éve azon dolgoznak, hogy a város vonzerejét növeljék. A keszthelyi önkormányzati képviselő hozzátette, a kutyás fürdetőhely országos hírnevet szerzett, és az elmúlt egy hónap alatt egy valódi közösségi tér alakult ki a területen.